Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, kedves hetedikesek! Györede Csaba Mese vagyok, a Péter Éve és Samu Mihály Általános Iskola történelemtanára. Ma a szerbek helyzetével fogunk foglalkozni a 19. század kezdetétől egészen 1878-ig. Ne lepődjetek meg, fogunk foglalkozni azokkal a szerbekkel is, akik az Oszmán Birodalom területén rekedtek még, tehát nem a szerb autonóm területén, a szerb fejedelemség területén, ugyanakkor fogunk foglalkozni azokkal is, akik a Habsburg Birodalom területén éltek a továbbiakban is. Először a boszniai pasalik területével fogunk foglalkozni, ugyanis ugye az előző órákon a szerb fejedelemséggel foglalkoztunk, hogy hogyan is jött létre, milyenek is voltak a viszonyok. A boszniai pasalik területén is sok szerb élt. Azt tudni kell, hogy maga a Bosznia és az osztrák határ között egy úgynevezett kapitánysági rendszert hoztak létre. Tehát az oszmánok is avval foglalkoztak, hogy igazából valahogy meg kell védeni ezeket a területeket, és kapitányságokat hoztak létre, amelynek élén a kapitányok éltek. Magának a rendszernek az alapját az agák és a bégek adták. Ezek főleg olyan szerb személyek voltak, akik áttértek az oszmán hitre, tehát pravoszlávok voltak, de áttértek az oszmán hitre, és ezért cserébe örökölhető földbirtokokat kaptak, amely ugye folyamatosan generációkon keresztül öröklődött a családban. Azonban egyre nagyobb teret hódítottak, egyre nagyobb hatalomra tettek szert, amit valahogy meg kellett szüntetni, főleg a földbirtokok területén, hiszen lehet, hogy már nem is volt mérvadó maga az aga vagy a bék családja, aki annó megkapta a földbirtokot, valahogy a kiváltságokat meg kellett kurtítani. Ez megtörtént 1850-ben, amikor is Omer Latasz pasa megkurtította, tehát ezeket a kiváltságokat felszámolta, tehát az agák és a bégek a földbirtokot elvesztették. Azt tudni kell, hogy Omer Latasz pasa egy furcsa személy volt, ő igazából az osztrák határ mentén született, ha lehet így mondani, ugyanis szerb volt, szerb származású volt, de azon a határőr vidéken született. Ugyanakkor pénzügyi gondokkal szenvedett, pénzügyi gondjai voltak, sok embernek tartozott, ezért átszökött a határon, Isztambulba ment, és ott a szultán szolgálatába állt, és ő lesz az egyik legfőbb személy, akit mindig olyan ügyekben küldött a maga a szultán, hogy intézze el a kényes kérdéseket, és Omer Latasz pasa ebben nagyon is jó volt. Különböző felkelések is kitörtek ugye a boszniai pasalik területén. Az egyik legismertebb volt 1852-es Luka Vukalovics féle felkelés, ami igazából azért tört ki, mert magasak voltak az adók, nem akarták a fegyvereket átadni, de végül 10 év múlva el is folytották ezt a lázadást, köszönhetően annak, hogy külső hatása montenegróiak már nem tudták támogatni ezt a felkelést. Ugyanakkor a legismertebb felkelés, ami a későbbiekben egy csomó eseményt fog előidézni, az 1875-ös hercegovinai felkelés, az úgynevezett neveszínyei puska, vagy neveszínszka puska, amely később átterjed más vidékekre is. Tehát Hercegovinában tört ki a törökök ellen, ugyanakkor a későbbiekben átterjedt Boszniára is, és ehhez csatlakoztak a szerbek, csatlakozott Montenegró, Oroszország, tehát több olyan állam, amelyek segíteni akartak azért, hogy ezek a területek is felszabaduljanak a török elnyomás alól. Ugyanakkor maga Bosznia területe majd a berlini kongresszuson 1878-ban megszállás alá kerül, ha lehet így mondani, hiszen az osztrák-magyar monarchia engedélyt kapott Bosznia és Hercegovina területének megszállására, pont azért, hogy egy tényleges uralmat hajtsanak végre, mivel pontosan látták az európai hatalmak, hogy az oszmán központi vezetés, maga szultán és a porta sem tud tényleges hatalmat gyakorolni ezen a területen. Képen a könyvetekben található térkép látható, tehát így nézett ki a boszniai pasalik területe, mint látható, elég nagy területet foglalt magába, és pont itt az osztrák-boszniai határ mentén jöttek létre, ugye oszmán oldalon, boszniai oldalon azok a kapitányságok, amelyről az előbb beszéltem. Nézzük Ószerbia területét. Ószerbia is az oszmán birodalom része volt, és azokat a területeket foglalta magában, amelyek a középkorban ugye a nagy szerb királyság, császárság részei voltak, de később ugye a törökök elfoglalták azt. Ide tartozott Raška, Koszovó, Metóchia, Észak-Macedónia, Szkopje városával együtt. Tehát a térképen látható Ószerbia területe.
ezt mindig is így neveztük. Attól függetlenül, ugye, hogy létrejött a szerb fejedelemség Milos Obrenović vezetésével, ugye az első és a második szerb felkelés követően, attól függetlenül az elő is említettem, hogy voltak olyan területek, ahol többségileg szerbek éltek, viszont nem élveztek függetlenséget, és ténylegesen az Oszmán Birodalom részei voltak. Ilyen volt Ószerbia is, amely majd a későbbiekben az első és a második Balkán háború idején fog területileg megváltozni, tehát akkor fogja nagy részt elnyerni függetlenségét. Itt is rengeteg volt a lázadás. Azt tudni kell, hogy akárhogy nézzük, a törökök ténylegesen elnyomták az ott élő embereket, tehát összehasonlítva másik országokkal a törökök teljes mértékben kiszipolyozták a keresztény lakosságot, és ez miatt is törtek ki a lázadások. Tehát nem hiába volt az, hogy az Oszmán Birodalom gyenge lábakon állt, mert pont ennek a kiszipolyozásnak köszönhetően voltak a lázadások is. És például 1878-ban pár lázadás követően maga Nis is felszabadult, amely itt található Ószerbia területén. És nézzük azoknak a szerbeknek az életét, akik a Habsburg Birodalom területén éltek, tehát azokon a vidékeken. A szerbek többségileg ugye Baranya, Bácska, Bánát, Szerémség, Szlavónia és Horvátország területén éltek. Ezek a területek magyar fennhatóság alatt voltak, tehát magyar irányítás alatt, míg Bécs irányítása alatt állt a katonai határőrvidék, ugye, amely a határmenti sáv a Habsburg Birodalom, valamint az Oszmán Birodalom között volt, Dalmácia és a Kotori-öböl, tehát ezt Bécs irányította. Mikor kitört az első szerb felkelés, a helyi szerbek, tehát akik a Habsburg Birodalom területén éltek, tömegesen menekültek át a határon, nem menekültek, igazából rohantak azért, hogy ők is részt tudjanak venni a felkelésben, hiszen a szerb felkelők rengeteg sikert elértek, és igazi sikernek számított az, hogyha valaki szintén részt tudott venni ezekben a felkelésekben, és igazi renomét tudott adni annak a személynek. Ha kultúráról beszélünk, a Habsburg Birodalom területén belül a szerbek igenis erős kulturális nyomást tudtak kifejteni, és erős kultúrával rendelkeztek, köszönhetően annak, hogy a polgárság ugye pénzzel rendelkezett, és tudtam finanszírozni ezeket a tevékenységeket. Tehát míg az Oszmán Birodalomban elég jól elnyomták ezeket a ténykedéseket, addig az osztrákok engedélyezték azt. Például Újvidéken gimnáziumot tudtak létrehozni. Ugye beszéltünk már előző órákon a Karlócai gimnáziumról, később jött létre az Újvidéki gimnázium. Beszélhetünk tanítóképzőről, ami Zombor városába jött létre. 13-tól 21-ig kiadhattak újságot a Novine Srpske név alatt. Ugye Bécsben volt a maga a nyomda, és ott jött létre az újság is, de attól függetlenül saját újságuk lehetett. Vagy pedig 1826-ban létrehozták a Matica Srpskát, amely a szerb kultúra oktatás egyik központja volt, és a későbbiekben pedig áttelepítették Újvidékre, amit a szerbek csak Szerb Aténnak neveztek, mivel a kultúrájuk egyik fővárosának tekintették Újvidéket, és ezért nevezték Szerb Aténnak, kicsit visszatekintve ugye az ókori görög kultúrára, ahol Atén polisz városállam volt az, amely a görög kultúra fellegvára volt, hát ők Újvidékre pont így tekintettek. Attól függetlenül, hogy a déli határ mentén délre húzódott, ugye, akkor a Habsburg Birodalom területén, de attól függetlenül a kultúra főközpontja pont Újvidéken volt, és ezért is tették át a Matica Srpskát ide. A képen a Matica Srpska épülete látható. A későbbiekben a többi szláv nemzet is átvette ezt az ötletet, hogy létre kell hozni egy nagy intézményt, egy ilyen Maticát, ahol összetudják gyűjteni a kultúra és oktatás fő pontjait. Hát később a többi nép is létrehozta, mint mondtam, a szlávok, gondoljunk itt a horvátokra, gondoljunk itt a csehekre is. És eljutottunk egy olyan eseménysorozathoz, ami igazából egy nagyon összetett dolog. Különböző órákon át fogjátok venni a magyar történelmet is, amely ugye megjárta az 1848-49-es népek tavaszát, hiszen 1848-ban ugye a Magyar Királyság területén is kitört egy forradalom az osztrákokkal szemben. Ugyanakkor a szerbeknek is szerepe volt ebben a forradalomban. Azért is nevezzük ugye népek tavaszának ezt az időszakot, mert tavasszal kezdődtek el a forradalmak, bejárták szinte egész Európát, több európai államban is kitörtek, és végül elérték ugye a Habsburg Birodalom területét is. Márciusában törtek ki a forradalmak, gondoljunk itt március 15-ére ugye Pestre, amikor a magyarok körében is elindították ezt a tevékenységet. Ugyanakkor
a szerbek, mikor látták ezeket az eseményeket, látták, hogy a különböző nemzetek ugye nagyobb önrendelkezést akarnak elérni, akár függetlenni akarnak az osztrákoktól, úgy döntöttek, hogy egy népgyűlés fognak összehívni, méghozzá május 13-a és 15-e között Karlócán. Ezt nevezzük májusi nemzetgyűlésnek. Több résztvevő rétege is volt ennek a nemzetgyűlésnek. Négyet szeretnék kiemelni, ugyanis ők voltak azok, akik valóban döntéshozóak voltak is ezen a nemzetgyűlésen. Ez volt a papság, ugye erről már beszéltem, hogy a papok, a papság nagyon erőteljes képviselettel rendelkeztek a szerbek körében, nagyon megbecsültek voltak, és igenis hallgattak a szavukra. A polgárság, ugye akik pénzzel is rendelkeztek és tudták finanszírozni akár a kultúrát, oktatásügyet. A nemesség, aki egy nagyon kicsinke réteg volt, tehát a nemesek egy kicsinke rétegét képezték a szerb népnek az osztrák területeken, ugyanakkor a tisztikar. Ugyanis katonai tevékenységet tekintve előbb-utóbb azért a szerbek is ugye előrébb tudtak lépni, és a legkiemelkedőbb katonák is tiszti rangot tudtak elérni, és így harcoltak a hadseregben, és ők is részt vettek ezen a nemzetgyűlésen, nem hiába ugye forradalmi időszakról beszélhetünk. Pavle Szímics egy festményt is készített magáról a nemzetgyűlésről. A képen, itt a központi részen Josip Rajačić látható, aki egy meghatározó személye lesz magának a nemzetgyűlésnek. Milyen döntések születtek ezen a nemzetgyűlésen? Először is létrehozták, kikiáltották, ha lehet így mondani, a szerb vajdaságot, mint autonóm tartományt. Tehát úgy képzelték el, hogy a Magyar Királyságon belül lesz még egy kisebb terület, ahol többségileg szerbek élnek, és önrendelkezésük lesz, tehát irányítani fogják az országot. Egy országban kisebb ország fog létrejönni. Josip Rajačićot pátriárkává választották. Az előző órákon említettem már nektek, hogy a krusedoli gyűlésen ugye azt szavazták meg, hogy érseki rangja lesz az egyházi vezetőnek a Habsburg Birodalom területén, itt pedig már pátriárkává emelték azt a fokozatot. Stefan Suplicacot választották meg a szerb vajdaság vajdájává, tehát ő lett volna elméletileg a vajda, aki ekkor például egy hadászati cselekedetben vett részt, ugyanis harcolni volt az egyik fronton, tehát ott sem volt, de mégis megválasztották vajdává. Ugyanúgy nemzeti bizottságot neveztek ki, amely irányította volna magát a területet. Kinek nem felelt meg ez a szerb vajdaság? Igazából az osztrákoknak sem felelt meg, nem is akartak vele foglalkozni, mert ők sem akartak egy autonóm területet egy területen belül, ugyanúgy a magyaroknak sem, hiszen ők nem akartak elidegeníteni egy területet sem maguktól, és mindenki ellenezte ezt a törekvést, hogy létrejön a szerb vajdaság. Ugyanakkor mi történt? Mint ismeretes, ugye a magyarok forradalma végül szabadságharccá fog avanzsálódni, tehát el akarták nyerni a függetlenséget az osztrákokkal szemben, ami nem fog sikerülni, hiszen végül világosnál augusztus 11-én letették a fegyvert, és végül teljességgel meg kellett szüntetni a hadi tevékenységet, tehát a magyarok elveszítették a szabadságharcukat. Ugyanakkor valamilyen szintű büntetésképpen, vagy éppen ajándékképpen az osztrák császár úgy döntött, hogy a szerbeket meg fogja jutalmazni. Ugyanis a szerbek tömegesen harcoltak az osztrákok oldalán, gondoljuk itt például a Szent Tamáson nagy csata volt, és miután a szerbeknek sikerült megvédeni Szent Tamást, ugye Szent Tamást átnevezték Szrbobrára, tehát ekkor kapta a Szrbobrán elnevezést. És ajándékképpen kikiáltotta az osztrák császár, ugye Ferenc József, szerb vajdaság és a temesi bánság területet. Azonban attól függetlenül ajándéknak szánta a szerbeknek ugye a cselekedeteikért cserébe, igazából csak nevében volt szerb. De szerb vajdaság és temesi bánság teljességgel áthúzta a területeket, amit a szerbek elképzeltek, hogy ők lesznek ott többségben, ugyanis ezen a területen, amit létrehoztak, szerb vajdaság és temesi bánság, a szerbek nem voltak többségben. Sőt, a központ sem Újvidék lett, hanem Temesvár. Tehát Temesvár volt a központja, a vajda nem egy szerb lett, hanem maga a császár, és egy osztrák személyt nevezett ki helyettesévé, aki irányította magát a vajdaságot, a hivatalos nyelv pedig nem a szerb lett, hanem a német. Tehát igazából ez továbbra is egy osztrák terület volt, csak annyi, hogy nevében kedveskedni akart a szerbeknek, és ezért nevezte el szerb vajdaságnak és temesi bánságnak. Így nézett ki maga a terület, tehát
a szervajdaság és a temesi bálság területe így nézett ki. Természetesen másképp képzelték el, ahol többségileg szerbek éltek volna, de pont azért húzták át ugye a mai Erdély területére és erre a vidékre, hogy ne legyenek többségben. Tehát visszatérünk ugye magára a térképre, és mi is történt ebben a szerb vajdasággal és temesi bánsággal. 11 évet élt meg, ugyanis 1860-ban az osztrák császár Ferenc József úgy döntött, hogy megszünteti azt. Miért is? Hát az európai fejlemények és a különböző csaták, háborúknak köszönhetően igazából az osztrák hatalom megcsappant, tehát nem volt már olyan erőteljes, és segítségre volt szüksége, pontosabban segítségre a magyarok által. És a magyaroknak akart kedveskedni, azért is különböző dolgokat hajtott végre, hogy elnyerje a segítségüket. Ilyen volt például a szárvajdaság és a temesi bánság megszüntetése is. 1861-ben pont ennek ráhatásaképpen a szerbek összehívtak egy új gyűlést, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi gyűlés Karlócán, tehát Karlócán tartották meg, ahol különböző irányvonalak voltak. Josip Rajačić, aki ugye pátriárkának tekintette magát, de csak ezen a májusi népgyűlésen lett annak nevezve, azt a vonalat szorgalmazta, hogy az osztrákokkal kell együttműködni, és megint csak kapni fognak valami jutalmat azért cserébe, hogy velük működnek együtt. Míg egy politikus, Svetozár Miletić, arról szólnokolt, hogy igazából itt a magyarokkal kellene megegyezni, a magyarokhoz kellene fordulni, és esetleg akkor a szerb nemzet is kap valami csekély előjogot, privilégiumot, tehát ezek az irányvonalak léteztek. Svetozár Miletićről tudni kell, hogy később megváltoztatta azonban a véleményét, de például hosszú ideig ő volt Újvidék polgármestere is, és hogyha valaki Újvidéken járott a központban, a főtéren láthatja a szobrát is. És mi következett ugye? Tehát megtartották a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi gyűlést, igazából nagyobb döntések nem születtek, viszont európai porondon és osztrák-magyar viszonylatban történtek változások. 1867-ben létrejött az osztrák-magyar monarchia, tehát a kiegyezéssel, ugye az osztrákok és a magyarok végül kiegyeztek, és létrejött egy egységes állam, aminek két területe volt, ugye volt osztrák és magyar területe is, ugyanakkor közös dolgok is voltak a két államban, a vámügy, a hadügy, az uralkodó személye, tehát ezek a közös dolgok voltak, de mindenki a saját területét irányította a saját kormánya által. Ugyanakkor rá egy évre a magyarok kiegyeztek a horvátokkal is, erre szükség is volt, hiszen már a középkor óta, ugye 1102 óta Horvátország és Szavónia a magyar királyság része volt, velük is sikerült kiegyezni, és igazából itt már nagyon kérdéses dolgok nem maradtak. A szerbeknek viszont megmaradt a Habsburg monarchia területén, és pontosabban most már osztrák-magyar monarchia területén is megmaradt az egyházi és iskolai autonómia, tehát egyházi és iskolai kérdésekben dönthettek. A képen pedig Svetozár Miletić látható, akiről az előbb meséltem. A lecke végén pedig egy kis házi feladatot szeretnék feladni. A tankönyvben, ez két leckében található anyag, ezért két oldalon is található a kérdések, a 97. és a 105. oldalon. Arra kérnélem benneteket, hogy a lecke átvétele után válaszoljatok a kérdésekre. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó tanulást kívánok!